A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatja. Sentinel, a biztonság világa. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Hát lévén az esztendőnek lassan vége, és ezért próbálunk mindenkivel egy ilyen összefoglaló beszélgetést folytatni, hogyan sikerült az esztendő. Mai vendégem Olá Paulon László úr, rendőr alezredes úr, a BFK bűnmegelőzési osztályának a vezetője. Hát, köszöntelek, Laci. Természetesen. Mondhatok, hogy tegeződünk, hisz tényleg lassan 20 éve ismerjük egymást, és azóta sokszor keresztezte az utunkat a sors egy a munkában. Én jellemzően a bűnmegelőzésen, de még így a kommunikáció is az, hogy azt, amit mi megcsinálunk, azt el is tudjuk adni az embereknek és hát a nézőknek. Hát. Mert fontos dolog, mondom, szoktam mondani volt, hogy hiába dolgozunk, hogyha nem adunk ennek hangot. A jóbornak is kell cégér, a mi műsorunknak is kell, az emberek, az állampolgárok tanulják, megismerjék meg azt, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozunk, és természetes a kollégáknak a munkája nagyon fontos, hogy nyilvánosságot kapjanak. Sőt, tehát nem csak a nyilvánosság, hanem hogy mindenki tudja róla, hisz nagyon sok esetben a bűn megelőzési munkáról sokan azt hiszik, amit a tévében látnak, újságban, hogy néhány amerikai nagy filmben látjuk azt, hogy lefordítják, hogy a bűnmegelőzési egység, és akkor fegyverrel, kommandós ruhába, mindenféle fekete belbe szaladgálnak emberek. Hát, Magyarországon azért a bűnmegelőzésnek a fő csapás irány azért nem a fegyveres bűnözőknek a felszámolása, hanem azoknak a bűnalkalmaknak tulajdonképpen a lehetőségeknek a megszüntetése, amelyik során azért valakiből áldozat lehet, vagy olyan alkalmak lesznek, hogy valaki ilyen bűncselekménynek a sértetje áldozata lesz. Ennek a lecsökkentéséért dolgozik az a kis egység, amelyik a Budapesti Rendőrfőkapitányság egyik legkisebb csoportja, egysége, a bűnyi szerveken belül, hát és ez a bűnmegelőzési osztály. És hát erről szeretnék minél többet mesélni, minél többet mondani, hogy tudjanak róla az utcaembere, a tévénéző, de sokszor a kollégáinknak is el kell mondani, hogy pontosan mivel is foglalkozunk. Én is így gondolom, és azért gondoltam azt, hogy hát nem először vagy az idei esztendőben állam, de az, hogy tulajdonképpen egy képet kapjanak a nézők arról, hogy sikerült az esztendő, azt hiszem, te vagy az a személy, aki erről első kézből be tudna számolni. Szokásos olyankor azt mondani évvégén, hogy nagyon sikeres évet zártunk, jó eredményeket teszünk, ilyen és ilyen statisztikai mutatóink vannak, és büszkén verhetjük a mellünket. Én megígérem a nézőknek, nem fogok ilyeneket mondani. Nem is azt, hogy nem vagyok büszke arra, amit csináltunk, de nagyon is büszke vagyok arra, amit csinálunk, de a mi munkánkat nem lehet klasszikusan statisztikai számokkal mérni. Igen. Nem lehet azokat, hogy na hány bűncselekményt nem követtek el, vagy hány bűncselekményt előztünk meg. Nem tudom igazán kimutatni. De azt el tudom mondani, hogy hány emberhez jutottunk el. Hány embernek mondtuk el azokat a lehetőségeket, azokat a technikákat, módszereket, hány embert vontunk be a programjainkba, akiknek alkalmat adtunk arra, hogy kevesebb áldozattá váljanak, kisebb számba váljanak áldozattá. És hát tulajdonképpen ebből a szempontból ez az év rettentően sikeres volt. Két nagyon komoly pályázatnak a végénél járunk. Ezek a pályázatokat még 2013 évben kezdtük el, és hát igazán kicsúcsosodva most 2014-ben volt. Az egyik pályázatunk az kifejezetten az áldozat
védelem, áldozatsegítésről szólt, a másik pedig az ifjúságvédelem és a fiatalokkal kapcsolatos bűncselekmények megelőzéséről szólt. Mind a kettő nagy pályázatot az Európa Unió támogatta, és hát tulajdonképpen itt a fővárosban mi konzorcium partnerekkel együtt, ilyen a fővárosi kormányhivatal, adott kerületi rendőrkapitányságok, adott kerületi önkormányzatok, illetve hát olyan civil szervezetekkel együtt csináltuk meg ezeket a programokat, akik kimondottan az adott témában a legnagyobb szaktekintélyek, a legjobbak. Így tulajdonképpen az áldozatsegítéssel kapcsolatos projektünkben több ezer emberrel, dolgozóval, rendőrrel, önkormányzat dolgozóval, önkormányzathoz tartozó szervezeteknek a munkatársaival találkoztunk. Ők kaphattak egy képzést, hogy még hatékonyabb áldozatsegítésben vegyenek részt, mint ahogy az ifjúsági támogatós programunk keretében, ez a Társadalmi Megújulás Országos Projektje, tehát tulajdonképpen ez a programja, ez a TÁMOP-nak a rövidítése, ott pedig 10 nagy rendezvény keretében, tehát az idén 10 nagy rendezvény keretében közel 20 ezer diákot tudtunk megszólítani, akikkel az úgynevezett ne tedd, ne tűrd programunkban, tehát hogy ne legyél elkövető, és hogyha látsz is bűncselekménnyel kapcsolatos valamit, akkor ezt meg ne hagyd és ne engedd, hogy legyen. Tehát ennek a, mi ezt klasszikusan rendőrségi roadshow-nak és egy ilyen bűnmegelőzési bemutató, interaktív rendőrségi módonak nevezzük, hát tulajdonképpen ezekben a programokban vettünk részt, tehát több ezer emberrel találkoztunk mind a két programban, vagy 10 000-es nagyságrendben. Mm-hmm. Tehát ezek komoly eredmények, aminek érezhető hatása is hamar a fiatalok között, illetve a főváros áldozatsegítésében is. Mert úgy gondolom, hogyha 2-3 ember magáévá teszi ezt a programot, és a segítségünkre lesz, az egy csodálatos jó dolog. Abban biztos lehet az az illető, hogy kevesebb esély lesz arra, hogy bűncselekmény áldozatává válik. Szoktam mondani volt, hogy nem egy olcsó dolog a megelőzés, de mindig jobb, mint ha utána megyünk a bajnak. Említetted, hogy a bűnmegelőzési osztálynak nem az a feladata, hogy fegyverrel menjen. Amikor már mennek, ott már baj van, ott már bekövetkezett. Tehát ott már a megelőzés, ha egyáltalán volt, nem érte el a célját. Nekem ez a véleményem. Sőt, azt kell mondanom, hogy valóban drága. Minden olyan program, módszer drágának nevezhetünk, amelyiknek, hogy első pillanatra nincsen hozadéka. Hogy most elköltünk több százezer forintot szórólapokra, kiadványokra, vagy filmeket gyártatunk le több százezer forint értékben, mert ugye jó minőségű legyen, azt meg lehessen nézni. De aztán kérdés az, hogy amikor eljut ezek az emberekhez, akkor lehet, hogy ha csak egyetlen egy olyan bűncselekményt meg tudtunk vele akadályozni, és már pedig azért nem akarok kisítő lenni, nem csak egy bűncselekményt tudunk meg akadályozni vele, akkor már házi bejött ez a haszon, még ha nem is nekünk a rendőrségnek a büdzséjébe folyik ez be, hanem nagy társadalmi érdek. Tehát minden egyes alkalom az ilyen, egy ilyen kis stúdióbeszélgetésnek is lehet hozadéka. Mert én például el fogom azt mondani, hogy mi az, amit meg tudunk egy ilyen programban nevesíteni. Mi az egy ilyen programban, amikor meg tudunk szólítani embereket. És azt mondom, hogy itt ülünk Budapest szívében, és nyakunkon a karácsonyi vásár. Már elteltek napok, de még mindig előttünk van legalább egy hét a hajrája a karácsonynak. Sokan közlekednek a városba. És sajnos rendszeresen vannak olyan sértettek, akinek az autóját feltörik. Nem olyan régen a 6. kerületi rendőrkapitányság munkatársai fogtak el olyan elkövetőket, akik kimondottan gépkocsi feltörésre utaztak olyan módon. Ne haragudj, szabadba vágok, a tévében is lehetett látni, pontosan, hála Istennek. Videó felvételek, illetve a térfigyelő kamerák felvételei mutatják, hogy úgymond egy kis technikai eszközzel blokkolták a távkapcsoló elektronikus jelét, és így nem záródott be az ajtó, és hát simán elvittek kérték az autóból. Egy ilyen prevenciós programnak, és egy prevenciós program, még egyszer megismétlem, ez a programnak egyik legfontosabb üzenete mindig az, hogy felhívjuk a figyelmet. Tehát ha én azt mondom az embereknek, akik autóval közlekednek, hogy ugyan ezerszer és milliószor zárta már be maga mögött az ajtót a kocsijával, és csak becsapta és rányomta a riasztót, és már megy is tovább, de akkor is lépjen vissza, és egy mozdulattal fogja meg a kilincset,
kicsit mozgassa meg, hogy bezáródott ez az ajtó. Ha bezáródott, már nagyobb biztonságban van az autója. Nem garantálom, hogy nem törik fel. Nem lehet garantálni ezekkel. De annak az elkövetői körnek a lehetőségét csökkentjük, aki arra utazik, hogy óvatlanul ki tudjon venni értéket az autóba. Minden prevenciós programunknak ez a lényege. Minden prevenciós programunkban azokat a bűn alkalmakat kell csökkenteni, amit mi leendő sértettek meg tudunk tenni, hogy ne váljunk áldozattá. Ezért dolgoztunk ebben az évben nagyon sokat, ezek voltak a legfontosabb célirányok, és hát ezekben gondolom én azt, hogy elég jó eredményeket értünk el. Hát, hogyha egy embert meg tudunk menteni a bajtól, a problémától, már azt hiszem eredményt értünk el. És az állampolgárok olyanok, hogyha véleményem szerint, hogyha egy szakember mondja el, mint például te, vagy azok a kollégák, akik ezzel foglalkoznak, talán jobban megfogadják ezeket a dolgokat. És azért én még egyszer azt mondom, nem akarok kis hitű, vagy sokat akarok. Azt akarom, hogy mindenkit, akit csak lehessen, meg lehessen óvni azoktól a bajoktól, amelyiket tulajdonképpen az okozhatja, hogy kicsit figyelmetlen, az okozza, hogy az értékeire nem figyel oda. Hogyha felhívjuk a figyelmét, mi szakemberek, akkor talán nem lesz áldozat. És a programjaink egy részét kimondottan úgy terjesztettük ki, hogy nem csak szakemberek mondják el, hanem úgymond kortárssegítők. Ugye ez szép, divatos szó, ez a kortárssegítés, és sokan azt mondják, hogy csak középiskolákban van. De nem. Kortárssegítés lehet akár a nyugdíjas klubokban, akár lehet egy közösségben, akár lehet valóban középiskolákban és iskolákban, hisz minthogyha egy kis nagyköveteink lennének, kis nagyköveteink, de hogy kis csoportokban nagyköveteink lennének azok az emberek, akik eljönnek a programjainkra, akik megtanulják azt, hogy hogyan lehet megvédeni magukat, és ez most nem a fizikai szóban, hanem azok a technikákban, hogyan lehet elkerülni az áldozattá válást, ők hazamennek, elmennek a közösségükbe, elmennek abba a körbe, ahol nekik van szavuk, ahol nekik van, figyelnek rájuk, és azt mondja, már elnézést így mondom, hogy Mari néni a folyosón, a körfolyosón. Ha Mari néni a körfolyosón el tudja mondani a házban lakó négy másik öreg embernek, akikkel beszélgetnek nap után, hogy ne engedjenek be idegent a lakásba úgy, hogy nem tudják, hogy honnan jött, ki az, és kiküldte, vagy magát akár rendőrnek, akár önkormányzat munkatársának, vagy valamilyen szervezetnek a képviselőjének adja ki, vagy valamilyen trükkel be akar jutni a lakásba, vízkérés, vécére menés, bármilyen trükkökkel, hogy azt mondja Mari néni, aki a mi kortársképzőnk, mert volt egy bűnmegelőzés előadásunkon, és meg, hogy én vállom, én elmondom a többieknek a lépcsőházban, én elviszem azt a szórólapot még pluszban nektek, amiket ti rendőrök adtok, adjatok kettővel többet, és elviszem, akkor nem csak Mari néninek, és elnézést minden Mari néninek, ha ezt mondom, de tényleg megtörtént, tehát, hogy ők ott vannak a köztünk és a programokban, akkor tulajdonképpen van esély arra, hogy minél több emberhez jutunk el, és egyre szélesebb körben kicsit használjuk azt a közösségi médiát, amit a fiatalok meg bármik használhat, hogy szájhagyomány után terjednek a pletykák, a bűnmegelőzési tanácsok is terjedhetnek szájhagyomány útján. A bűnmegelőzési tanácsok is lehetnek olyanok, hogy egymásnak adják át. Prevenció. És prevencióval. Hát ez a nagy célunk, és hát ennek egy nagyon fontos állomás eszköze volt, hogy idén októberben el tudtuk indítani az egyik legnagyobb közösségi oldalon, van most már saját bűnmegelőzési portálunk is, ahol azért most már több mint 2000 embert érünk el, és hát reméljük, hogy minél több és minél többen fogják kedvelni ezeket a... Ez hol van, Laci? Ez a Facebook, mint a legnagyobb közösségi szájt. Hogy lehet megtalálni azért, hogy mondjuk el a BRFK kedves... megelőzés. Ez a, ha egyszer csak ezt tűnti valaki, hogy BRFK megelőzés, akkor... Nagyon jó. Meg fognak minket találni. Pont azért, hogy ott feltett információkat, ötleteket felesen használni. Tehát mi nagyon szeretnénk azt, hogyha minél többen megnéznék a mi ötleteinket, minél többen megfogadnák, akár lehet rajta vitatkozni is. Lehetnek olyan bűnmegelőzési filmek, mondatok, amelyikkel nem mindenki ért egyet. Egy
legyünk nyitottak erre. Tehát nekünk megvannak azok az elképzeléseink, amiket szeretnénk, és nem okolunk valakit azért, mert mondjuk a zseblopás ért egy jelet, mert benne hagyta a kosarába felül a pénztárcáját. Ettől ez még bűncselekmény, és igenis ő áldozat ennek a bűncselekménynek. De fel szeretnénk hívni a filmet, hogy ne hagyja elől, és hogy ha nem hagyta volna a karácsonyi vásár közepén a kosara tetején a pénztárcáját, akkor talán több ajándékot tudott volna venni utána a családjának, mert nem lopták meg. Nem menti ez a tolvajt, hogy ezt az embert lopja meg, de ne adjunk neki lehetőséget. Tehát igenis nagyon szeretnénk azt, hogy kevesebb áldozat legyen a fővárosba, és népszerűbbek legyenek azok a programok, amiket a rendőrség prevenciós jelleggel csinál. Azt hiszem, hogy nem csak a fővárosban, hanem az ország egész területén. Ha valaki nézi a televíziót, vagy a Facebookot, akkor az egész ország, az egész világban tudomást szerez arról, hogy van egy ilyen oldal, amin a bűnmegelőzésről van szó. Eredményesen kell együtt fellépni a bűnözők ellen. Megszüntetni sajnos nem lehet, de viszont ha csökkentjük egyen vagy kettővel már, akkor eredményt érünk el. Nem győzöm ezt hangoztatni. És ez nem lózunk, az az igazság. Beszélni kell róla, nem szabad eltitkolni, hogy vannak problémák. Egy világvárosban igenis vannak zsebtolvajok, vannak autótolvajok, vannak betörők, mindenütt a világon. Nincsen olyan nagyvárosa ennek a világnak, ahol ne lenne egy olyan bűnözői kör, aki kimondottan arra szakosodik, hogy a tömeget használja ki, a nagy közösség, ottól sokan laknak, egy nagy lakótelep, vagy az autók közül a sok azonos márkát, akit meg lehet tanulni, melyiket könnyebb kinyitni, és akkor azokat viszik el, tehát ráspecializálódnak. De a világ minden pontján és városán vannak olyan rendőrök, akik pontosan erre hívják fel a figyelmet. Arra hívják fel a figyelmet, hogy hogyan ne legyen áldozat, hogyan kerülheti el azt, hogy áldozattá váljon, mik azok a módszerek, amivel csökkentheti az áldozattá válásnak az esélyét, és miket kell megtenni annak érdekében, hogy biztonságosan éljen. És nem rácsokkal vegye körbe magát az ember, és szoruljon be a lakásába, és nem merjen kimenni este, hanem bátran, nyitottan a világra tudja élni az életét, azokkal a szabályokkal, hogy teszem azt éjszaka, ha mennie kell mondjuk a lakókörzetében, és úgy érzi, hogy nem biztonságos, akkor mondjuk egy barátjával együtt, egy ismerősével, egy szomszédjával együtt menjenek el, ne egyedül közlekedjen. Vagy ha valaki nem érzi biztonságosnak azt a környéket, ahol lakik, és mondjuk a lakása, akkor ne, mint egy erődítmény körbe bástyázza, hanem keresse meg a legjobb szakembert, hogy az arra vonatkozó rendszerek közül melyik a legalkalmasabb, és talán a legolcsóbb, vagy olyan, amelyik a legmegfelelőbb, hogy azt szerelje fel. Azt hiszem mindannyian ismerünk olyan lakótársainkat, ismerőseinket, akik körbe rácsozzák, vasalják, és mindent megtesznek a házuknak, hogy biztonságosabb legyen, és közben pedig nem igazán komoly szakemberekkel építeti vagy csináltatja ezt meg, és mondjuk egy gyenge pontja mondjuk a zár, és a rácsos ajtón, aki csak körfolyosós bérházban vagy panelházban is él, tudja, hogy nagyon sok helyen ilyen rácsokkal vannak lezárva a folyosók. Kénytelen az ember. És ezek tulajdonképpen egyetlen egy dologra jók, hogyha ne adj Isten tűz történik, akkor akadályozza a tűzoltót. De mivel a zárakat, ezeket a rácsoknak a zárjait mondjuk egy egyszerű hengerzárral szerelik fel, a legegyszerűbb, hogy a tolvajok ezeket törik el, és utána lépnek be, vagy ugye a kertes házakat veszünk figyelembe, hogy él az a tévhítés, közhiedelem, hogyha jó magas kerítést húzunk fel, akkor az megvéd a tolvajtól. Hát ezt szeretik a legjobb a tolvajoktól, hogy pont nem látni, hogy mi történik bent. Igen. Tehát ahhoz, hogy mondjuk egy védelmet kertes nyújt neki. Neki nyújt védelmet, és nem a lakóknak nyújtja a védelmet, tehát pont eltakarja az elkövetőt, aki átmászott a kerítésen egy 3 méteres falon is egy pillanat átmászni, és utána pedig bent. Időkérdése csak, és ott már nyugodtan tud mozogni. Ellenben, hogyha az udvar rendezett, átlátható, viszonylag alacsonyabb kerítéssel, a tolvajnak nem éri meg bent kutakodnia és menni. Felmérések bizonyítják, hogy a tolvajok nem azt az udvart választják, amelyiknek alacsony kerítése van, átlátható kerítése van, rendezett az udvar, hanem azok az udvarokat választják, amelyek magas fallal körbevéve, vagy nagy sövénnyel, vagy bozóttal körülvét kerítésen, nem látni, mi történik benne. Igen. Irigylem azokat az országokat, ahol a házak között nincs kerítés. Te is láttál ilyen filmeket, különösen Amerika. Irigylem, mert némelyik kerítésnek az árában egy házat fel lehetne építeni.
Rá kell jönni azoknak az embereknek, hogy nem biztos, hogy a kerítés a legjobb védelem. Az már egy komoly védelem, hogyha odafigyelünk a szomszédainkra, odafigyelünk egymásra. Ez a szemmozgalom. Ezt a szemmozgalmat pedig az tarthatja életben, hogy számíthatunk egymásra. Ha csak azt nézzük, és most elnézést, nem a szemmozgalmat bántva, azt nézzük a szemünkkel, hogy a másik hogy halad, vagy mit tesz, mit vásárol, mivel lesz neki több vagy kevesebb az élete, akkor nem fogunk igazán biztonságos élni. Azt kell nézni, hogy a másiknak hol segíthetünk, hogy őt, ha baj éri, akkor tudjunk értesíteni, vagy ha ideged látunk az ő portáján, vagy a portál környékére, akkor nem azon gondolkodni, hogy na már megint szállítókat rendelt, biztos, hogy új bútort vett, vagy valamit, hanem azon gondolkodni, hogy nem-e tolvajok járnak a kertjébe, és nem-e valamit nem hoznak, hanem éppen visznek dolgokat, és igenis egy telefon, egy személyes odamenés, egy érdeklődés, és akinek pedig az érdekében szól a szomszéd, hogy mi történt, ki van a kertedben, vagy ki van, aki itt a házadnál mászkál, akkor az nem mérges legyen, hogy kérem szépen mit szólsz vele az életemben, hanem örüljön, hogy segítünk egymásnak. Hát Laci, sajnos lejárt az adásidőnk. Köszönöm szépen, hogy eljött, és tájékoztattad a kedves nézőket arról, hogy az idei esztendő a BRFK bűnmegelőzési osztálynak eredményes volt, és ezt kívánom nektek is jövő esztendőben, hogy hasonló eredményeket, sikereket érjetek el. Köszönöm, viszontlátásra. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem az itt elhangzottakat megfogadják, és közösen segítünk egymásnak abba, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává. Viszontlátásra. A Bűn és Baleset Megelőzési Magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatta. Sentinel, a biztonság világa. A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.